zene, gyere patta, mint a kő. A jó muzsika felüdít, mint a levegő. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól bulas. Én a lemezlovas. A buli kultúra az nem változik, a buli az egy. Tehát azt azért hívják, hogy buli. Ez a modern zene kiölte a lassú számokat. Tehát a retro az, ahol visszalednék a lassú számokat, és mivel a tánc alapja mindig a két testnek a közeledése, lehetőleg külön neműek legyenek, a két test közeledése hozza ezt a műfajt. Amikor az egyetemre bekerül, azok nem diszkó közönség, azok mindenhova jönnek, lehet, hogy a hobbi a horgászat, de amikor zene van, azt szeretné, hogy énekeljek, tapsoljak. Én nagy köszönettel tartozom az egyetemistáknak, mert mondom, ezt a műfajt ők hozták vissza. Amikor 87-ben letettem a diszkópultot, azt mondtam, én most már nem akarok diszkózni, már csinálom a 20 éve. Amikor meghívtak először, azt hittem, hogy olyan cikkében, hogy Kisszel Tünde, Ugri Benedek, Tibi bácsi, tehát egy olyan kategóriába bekerülök. Egytől kettőig kellett játszanom, emlékszem, és amikor 5 órakor nem tudtam abba hagyni, akkor éreztem, hogy itt egy új műfaj indult el, és ez lett a retro. És aztán utána tényleg tavaly 27 gólyabált csináltam. Mivel 65 éves vagyok, én 45 éve a pályán, én mindent tudok erről a pályáról, úgy érzem legalábbis. Tehát ez is egy divat, valamikor ki fog menni. Nekem még mindig az a legnagyobb elődje, hogy akiket játszom, azoknak a 75%-át élőben is konferálhattam. Azt meg nem mondhatja senki, hogy én találkoztam a Modern Talkingtól, a Bonnie M még, John Travoltáig. Ez ugye, ez az én, ez így hozta a sors. A fiam mondtam, hogy a rádió egynél, tehát én mindent tudok kísérem, és mindig mondom neki, amikor megy, jön a Lady Gaga, Pussycat, vagy mutatom neki, figyelj ide, hallgass, ezt én már 40 éve játszottam ezt a számot. Szóval igen, apa, tényleg 40 éve? Mondom, 40 éve, csak ugye alátettek egy egészen elektronikus hangzást, ritmust. Igen, biztos, hogy nem volt kábítószer, nem volt AIDS, és akkor mit tudom, ez könnyebben, lazábban ment, az ember ivott 2 üveg kőbányai marihuánát, 3 Láncid brandit, és akkor ez volt a kábszer, és akkor nem kellett félni. Bárány Attila azt mondta a színpadon, hogy gyerekeknek az a feladatuk, hogy a közönséget szórakoztassuk. Ha 20-an vannak akkor is, ha 2000-en vannak akkor is, de nekünk ez a feladatunk. Tehát én nem bírom azokat a kis lemezlovas srácokat, akik saját maguk játszanak, hát ez a jó zene. Nem. Mi azért vagyunk itt, hogy ezek föl vannak hevülve, akar ma éjszaka valamit a csajnál, de hát gyakorlatilag az ő lelki világába be, és akkor látszó 3 olyan nótát, amit együtt tudnak a csajával énekelni, és akkor ez elindul a... A zene, a tánc mindig arról szólt, hogy az emberek közelednek egymáshoz. A flortom is fölked, mizu, meg ez a Lego, két olyan fogalom, ami úgy köztudatban van, de valahogy ő az első, aki összerakta, mint a Legót, érted, ezt a két fogalmat. Vannak eltalált nóták. De egy nóta az most egy éve van, ha azt ebből nem tud még egy slágert hozni, az kifut. Nekem a legnagyobb öröm, hogy a 3 DVD-nyi egy színpadon. A 15 éves Máté, akkor már a közel 30 éves Dani, és a 70 éves apuka. Ez egy biztos egy nagy diszkósó lenne. Minden bulinak az a lényeg, hogy egy bizonyos szexuális közeledést a ott lévő táncolók között, és ezt kulturáltan csinálni. Hát nem tudok más mondani, a buli az egy, ilyen volt 40 évvel ezelőtt, ilyen ma is.